Sziasztok! Karolin vagyok, ma pedig a Good Omens, vagyis a Jó Omenek című könyvről fogok nektek mesélni. Pár nappal ezelőtt egy kerekasztalnál ültem kb. 8 másik emberrel, mikor felhoztam ezt a fantasztikus kötetet. De valahogy nekem az idő során elcsúszott a fejem fölött az az információ, hogy ezt egyébként kiadták magyarul is. Én angolul olvastam, Prágában vettük egy könyvesboltban. Amikor azonban megmondták ezt nekem, én csak ott ültem, hogy oh no! My whole life is a lie! What shall I do? De végül nem lett belőle semmi, tekintetbe véve, hogy ami megtörtént, az megtörtént, és így legalább az eredeti verziójában olvashattam Terry Pratchett és Neil Gaiman remek humorát. A történetet tekintve végigkövethetjük, ahogy egy angyal, Azira Fel, és egy démon, Crowley próbálják megakadályozni az apokalipszist, miután az Antikrisztus elkeveredett születésekor. Ez a könyv egyszerűen fantasztikus. Őszintén mondom nektek, imádtam, úristen, annyira jó, hogy az nem igaz. Először is, Crowley és Azira Fel, az én személyes kedvenceim, olyanok, mint egy 80 éves házaspár. Tök mindegy, hogy nézzünk rájuk, olyanok, mint egy 80 éves házaspár. És ez canon, ugyanis benne van a könyvben, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy már pedig ők együtt vannak. Terry Pratchett és Neil Gaiman humora igen sajátos, ez meglátszik a történeten is. Úgyhogy igazából akkor vedd a könyvet a kezedbe, ha értékelni tudod az ő stílusukat és humorukat, de ha igen, mindenképp ajánlom, kötelező darab! Én először a sorozattal találkoztam, ami idén jött ki, aminek a forgatókönyvét csak úgy, mint a könyvet, Neil Gaiman írta. Ennek köszönhetően remek adaptációt kapunk csodálatos színészi munkával és egyszerűen lenyűgöző rendezői készséggel elkészítve. A sorozat és a könyv természetesen nagyon hasonló, de mindkettőben vannak apró kis részletek, poénok, jelenetek, ami miatt érdemes mind a kettőt megtekinteni. A stílus és a humor miatt nem feltétlenül ajánlanám 14 éven aluliaknak, azonban, hogyha te fiatalabb vagy annál, és úgy gondolod, hogy neked ez a történet kell, akkor mindenképp olvasd el, ne ajtod, hogy visszatartsalak. Még nem ajánlanám azoknak, akik nagyon szigorúan veszik a vallást, mert nekik esetleg sértő lehet. De rajtuk kívül mindenki másnak nagyon bátran tudom ajánlani. Nincs fejezetekre bontva, mint a legtöbb könyv, azonban, mint láthatjátok, nem túl vastag, és az egyébként kicsit kevert szálvezetés mellett nagyon jól érthető a történet. Remélem adtok neki egy esélyt, és utána kérlek, hagyjátok a kommentek között a véleményeteket. Tetszett, nem tetszett, és ha igen, miért? Vagy ha nem, akkor miért nem? Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!